Az Európai Bizottság online rendszerébe kerültek a minority Pack aláírásai, amelyből több mint egy millió gyűlt össze. Ez egy fontos lépés az eljárás során. Hatalmas előrelépésnek számít, hogy ma délben regisztrálták a Minority Szépek Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírásait az Európai Bizottság online rendszerében. Az aláírásgyűjtés 2017. áprilisában kezdődött az RMDS kezdeményezésére, levezetését pedig a FUEN koordinálta. A 28 uniós tagállam szakhatóságai egy év alatt összesen 1.128.385 kézjegyet hitelesítettek. Azt történt, hogy a aláírásgyűjtő éveket, amelyeket a nemzeti hatóságok elkészítettek, vagyis kiállították az igazolást arról, hogy az illető országban hány hiteles aláírás gyűlt össze. Nos, ezeket az iratokat egy online rendszerbe kellett feltölteni az Európai Bizottság honlapján, és ezt tettük ma meg. Ez volt a következő lépés ahhoz, hogy az Európai Bizottság elkezdjen foglalkozni ezzel a, a kezdeményezéssel. A következő lépés a személyes találkozó lesz egy hónapon belül, amelyen a témával foglalkozó uniós biztosok és főigazgatók fogadják a kezdeményező bizottság és a FUEN képviselőit, akik ismertethetik a szakértői csoportjuk által előkészített jogszabálytervezeteket. A Minority Szépek egy európai polgári kezdeményezés, melynek célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az Európai Uniós jog részei legyenek.